A folyadékfogyasztás fontosságáról kérdeztük a Kistelke Egészségfejlesztési Iroda dietetikusát, Lőrincné Losonc Tímát. A Kistelke Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozott az Aqua Challenge-hez, amelyben a folyadékfogyasztás fontosságára hívják fel a figyelmet. Erről kérdezzük Lőrincné Losonc Tíma a dietetikust. Köszöntelek! Mit tudhatunk erről a kihívásról? Mesélsz erről egy kicsit? Én is köszöntelek benneteket, illetve a hallgatóságot. Gyakorlatilag ez a kihívás arról szól, hogy hogyan tudunk mi saját magunk az egészségünk érdekébe tenni, apró lépésekkel bár, de nagyon-nagyon fontos életmódváltoztatást fogunk ezzel saját magunk részére előidézni. Ugye a folyadék szükségletünk bevitele az nagyon-nagyon fontos, és gyakorlatilag nagyon-nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy mennyire jó a víz. Ugye a víz az íztelen, szagtalan és mégis ősi gyógymód számunkra. Ez a kihívás, gyakorlatilag ez az Aqua Challenge programot az OGI szervezésébe indult, és mi egészségfejlesztési irodák is szorosan csatlakoztunk ahhoz, hogy a kihívást azt a lakosság számára, akár itt a kistelki lakosság számára, Baks Csengele, Balássia viszonylatába is, Ópusztaszer, Pusztaszer, tehát a térségekbe mi meghirdessük, és sikerüljön bevonni a lakosságot arra az elhivatottságra, hogy igyunk vizet. Miért fontos a vízfogyasztás és a víz az emberi szervezet számára? Azt sokan tudjuk, hogy az emberi szervezetnek a kb. 70%-a ugye víz. Ez egyébként a szerveknél eltérő, a szemünknél 99%-a vizet tartalmaz. Agyunknak 40-45%-a tartalmaz vizet, és bizony-bizony nagyon sokszor észreveszük azt is, hogyha nem iszunk elég folyadékot, akkor a szervezetünk erre reagálni fog. Ugye a koncentráló képességünk csökkenhet, fejünk megfájdulhat, látásunk homályossá válhat, és nem is gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag azért van, mert hogy nem iszunk elég vizet. A folyadék szükségletünk az eltérő a csecsemők, gyerekek és a felnőttek, idősek számára, azonban az összfolyadék szükséglet egy átlag 70 kilós egyén számára 2-2,5 liter folyadék szükséglet, tehát hogyha ezt poharakban mérjük, a pohár mennyisége szempontjából pedig egy pohár ez 2-2,5 decilitert von maga után, akkor gyakorlatilag egy felnőtt ember számára 8-12 pohár vizet kellene meginni, csecsemőknek 3-3,5 pohár, a gyermekeknél 6-8 pohár vizet célszerű elfogyasztani, ahhoz, hogy a megfelelő vízbevitelünk meglegyen. Milyen előnyei is vannak a rendszeres vízfogyasztásnak? A vízivásnak az előnyei az gyakorlatilag nagy mértékben csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kockázatát, daganatos megbetegedéseknek a kockázatát, tehát a mai civilizációs betegségeknek a kockázatát fogja csökkenteni, gyakorlatilag egy egészséges életmódra tudunk áttérni. Nem véletlen, hogy az OGI ugye elindította ezt a kihívásos folyamatot, mert gyakorlatilag arra szeretnék ösztönözni ugye az emberek, hogy ezáltal egészségesebben tudjunk élni, illetve hozzátartozik az egészséges táplálkozáshoz is az, hogy igyunk megfelelő mennyiségű vizet és folyadékbevitelünket vízzel, és ne üdítőkkel, cukros üdítőkkel pótoljuk. Nagyon-nagyon fontos dolog például, hogy mi is a vízivás előnye, az elhízást, a túlsúlyt tudjuk vele megakadályozni. Ha a gyakorlatban nézzük, mert ugye ezt nagyon egyszerű mondani, hogy a vízivással akkor gyakorlatilag tudjuk csökkenteni ennek a kockázatát. A gyakorlatban, ha megnézzük, akkor egy havi szinten, hogyha egy hónapban nem iszunk cukros üdítőket, akkor gyakorlatilag akár 13.200 kilokalóriát is meg tudunk spórolni a szervezetben. Hogyan is lehet csatlakozni ehhez a kihíváshoz? Bár ez a kihívás már október 1-jével indult, és 31-jéig tart, tehát egy hónapos program. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek akkor nem csatlakozhatnak hozzá. A Facebook oldalon van egy merőkanál.hu oldal, ahol csatlakozhatnak ehhez az eseményhez. És igazából én azt mondom, hogy tehát apró nyeremények is vannak. Célszerű azért is csatlakozni, hogy apró ajándékokat szerezzen az ember önmaga számára, tehát a vízhez kapcsolódó kis üvegek, tehát poharakat lehet, kulacsokat
lehet nyerni. Különféle kvízkérdések vannak föltéve, különféle kvízjátékok vannak föltéve, és ezen keresztül az vízzel megismerkedik az ember, illetve egy hatalmas előnyhöz fog jutni, egy hatalmas erőt fog ahhoz szerezni, hogy a későbbiek folyamán majd át tudjon térni erre a megfelelő mennyiségű vízivásra. Ha valaki ugye elsőjén még nem csatlakozott, én bátran mondom neki, hogy akármikor még nyugodtan nyomjon rá a gombra, és hogy ott leszek és részt veszek ebbe a programba, saját maga egészsége érdekében fog tenni az ember. És tudom, dietetikusként nagyon jól tudom, hogy ez nagyon nehéz folyamat egy megszokott rendszerből ugye kimozdulni. Jó magam is még azt tapasztalom, hogy én is kevés vizet ittam eddig, és én is arra törekszem, hogy természetesen részt veszek a kihívásba, és arra törekszem, hogy megfelelő mennyiségű vizet vigyek a szervezetembe, és saját magamon már tapasztalom azt az előnyös és jó hatását, hogy a szervezet számára valóban jótékony hatással lesz ez az életmódváltoztatás, és aki ezt 30 napon keresztül tudja csinálni, rá fog arra jönni, hogy érdemes, egy hatalmas erőt fog arra kapni, hogy érdemes a továbbiakban is ezt folytatni, tehát a megfelelő mennyiségű folyadékot bevinni, ami egyébként az egészséges táplálkozásnak egy fontos alapköve és része. Családi napot tartottak Kisteleken. Az ott fellépő citarazenekar műsorát tekinthetik meg a következőkben.
kisteleki festőkör őszi tárlatát tekinthetik meg a következőkben. Akkor most járjunk körbe a kiállításon, és nézzük meg, hogy milyen anyagot tettek ki a kézművészek szemlére. A mögöttem lévő falon Fodor Heni munkái vannak, ő szegedi tagja a közösségünknek. Mint alkotó, grafikus, de a festészet felé is kitekint, ő profinak tekinthető. Valamikor régen dolgozott itt az iskolában zenetanárként, de valójában a zene volt a hobbija. Nagyon érdekes képeket hozott, ezeket nevezik mostanában mindenféle definíció nélkül kortárs munkáknak. Ha tovább lépünk, akkor a városunk egyik legismertebb képzőművészköröse három munkáját láthatjuk, a Hódi Kati munkáit. Ő óvónő, de a munkáin ez nagyon-nagyon meg is látszik, hogy gyerek közelben törtötte az életét. Sejtelmes, sok minden gondolatot ébresztő munkái vannak. Most kivételesen természeti környezetet, tájat ábrázoló dolgokat állított ki, de általában ő a nőiséget, a csecsemőképeket kedveli, és ajánlom mindenkinek egyébként otthoni dekorációra az itt látható képek mindegyikét. Ezt már a Fodor Heni munkájánál is mondhattam volna, de egy ilyen kollekció például egy nappali szobában nagyon kellemes látványt. A mögöttem lévő Varga Anikó által készített munkák sora azért érdekes, mert Anikó az, aki nem azt mondom, hogy idősen, de szokatlan korban, 50 év körüli volt, amikor elvégezte a Szegedi Egyetem művészképzőjét, a festőszakot, és ezt mindig mindenkinek elmondom, hogy soha nem lehet ezt későn kezdeni. És Anikó nagyon érdekes személyiség, mert tájképekkel kezdett dolgozni, és épp tegnap mondta nekem, hogy képzeljem el, hogy nem szeret természeti tájakat festeni most már realista módon. Éppen ezért kitalált magának egy olyan fajta technikát, amit én is csak megfejteni tudok. Úgy látom, hogy az akril festék úsztatása, mindenféle anyaggal való irányítása valamilyen irányba, a spontaneitással együtt alkotja a képeit, tehát megmaradt természetábrázolónak, csak egy nagyon absztrakt, expresszív módját választotta ezáltal a művészkedésnek. Ezen a felületen egy nagyon fiatal, 18 éves alkotónk munkáit tettük ki. Járnak a képzőművész körbe a gimnáziumból 6-7-en, mikor kinek van ideje. A legaktívabb a Széchenyi Szabina. Ő azért is dicséretes alkotó, mert itt az iskolában is, ha mondjuk 6-kor kezdődik a képzőművész kör, mert 3-kor megjelenik és alkot, és otthon is folyton az alkotással van elfoglalva. És nagyon aranyos, nagyon kedves munkákat hozott ide, amik tükrözik az ő fiatalságát, gyermetegségét, ugyanakkor profi megoldásokat választott, olyanokat, amik profi képzőművészeknek is becsületére válnának, hogy eljussanak idáig kifejező képességben. Neki határozott elgondolása az, hogy képzőművész lesz, tovább tanulni is így fog. Most a gimnáziumban jár ide hozzánk. A következő kép a Skótéti Ilona, illetve Paraván a Skótéti Ilona munkáit tartalmazza. Ő nagyon vigyáz arra, hogy megmaradjon a realitások talaján. Azt mondhatnám, hogy sok esetben hiperrealizmust művel, az az abszolút fotószerű munka, és leginkább a virágokat szereti ábrázolni és a tájakat, de itt ezen a paravánon hirtelen 4 olyan kép is van, ami állatvilágot mutat be. A madarak nagyon kedves kis apró képek, ilyen szalonképek formájában, és a népies festészetben a magyar művészek elég élen jártak, valamiért ez a Kárpát-medencei puszta ikletettsége lehet, és ez megihlette Ilonát is, és most először életében megpróbálkozott egy ilyen szürke-marha témát feldolgozó pusztai idillel, ami szerintem ahhoz képest, hogy először csinálja, nagyon jól sikerült. Faddi Juli munkája előtt állok. Ő Baksi tanárnő, tanít is nekünk grafika csoportot már legalább 15-20 éve. Ez látszik is a munkáin, az aprólékosság,
a kifejezési eszközöknek olyan fajta megválogatása, amivel tanítani lehet, az mindig tükröződik a képein. Nagyon meglepett ezekkel a tengeri sünöket és csigákat ábrázoló képeivel, aztán rájöttem, hogy ez a minden alkalommal visszatérő nyári görögországi nyaralás leképezése lehet. A csendéletek azok kifejezetten stúdium munkák, és arra alkalmasak, hogy minden gyerek a csoportjából, ha kipróbálja, akkor közelebb kerül az ábrázolásnak egy általános részéhez, amit a csendélet sugal. Így kell kezdeni festeni csendéletekkel. Három pici képet láthatunk az előttünk lévő paravánon, egymás fölé helyezve. Hajdú Zsani csinálta, Hajdú Zsani a mi grafika tanárunk. Hát azt már elmondtam, hogy hogyan keveredett ő ide, 5-6 éves korában éppen csak ovis volt, itt járt iskolába, művészeti iskolába 8 évet, innen került aztán középiskolába, aztán egyetemre, hogy elvégezte az egyetemet festőszakon, Olaszországban is tanult egy fél évet az Erasmus programmal aktfestészetet. Aztán valahogy a Zsani, mert olyan kis aranyos kisgyerek maradt számomra, visszatért ezekhez a kedves, bájos ábrázolási témákhoz. Ugyanakkor, ha mondjuk nem a kutyusokat nézem, amik saját kutyái, egy ilyen emberi megjelenítéssel ábrázolva, angolos stílusban, hanem mondjuk a kávés csészét nézem, eszembe jut, hogy ma reggel nem is ittem kávét. A két kép a Zsani képe mellett Takó Marikának a munkája. Hát ő olyan 6-7 éve jár a képzőművész körbe, nagy erdély szerelmes, hát sajnos Erdélyben nem ment a képzőművész kör, most már másodíziglen, de abba reménykedünk, hogy folytathatjuk az erdélyi munkánkat is, de Marika nem esik kétségbe éppen, bár nagyon hiányzik az erdélyi lét neki is, az itthoni erdőket, festi mezőket, és egy nagyon érdekes monokróm ábrázolási módot talált, amivel a legfőképpen az erdei pihenő, a Dongér környéke és a pusztaszer pálmonostor közötti erdős vidék adja a témáit. Ő egyébként nagy túrázó, ritka az, hogy a Földön túra csoport alakul, ő az egyik alapítója a hirtelen nem is ugrik be, homoktaposók túra csapatnak. Következő kiállítási paravánunkon két féle munkát tudok bemutatni. Az egyik természeti ábrázolás, a Zsótér Anna pusztaszeren lakó festő, aki nagyon sokat jár Dániába is, mert Dánia egy lapos biliárdasztalszerű terület. Valahogy azt szokta meg a festészetben, hogy az is egy alföldi képszerkesztést kíván, és ezért folyamatosan ezek a távoli síkok, egészen távolba nyúló síkok jelennek meg a képei, mint hogyha mondjuk épp az északi tenger horizontját festené. Itt a naplementi táj pedig nem is dániai táj, hanem a kisországút ópusztaszer és pusztaszer között, de gyönyörű benne az, hogy villódzik az út. Aki megy autóval az aszfaltúton, akkor mindig ezt látja maga előtt, hogyha sötétben megy, hogy hol bordóba, hol pedig kékbe vált, aztán meg acél szürkébe az útfelülete, és ezt azonnal nagyon szépen vette észre. Otthon van a lokálisabb környezetű képfestésben, és azt igazolja a pici virágocska, a vadrózsa a felső képen. A másik, szinte homlokegyenest ellenkező irányba haladó Jenei Norbert kollázsa, megszoktuk már tőle, hogy egyrészt aktualizált munkákat készít, a család szomorú tragédiáiról, az örömünnepekről, most éppen úgy látom, hogy a vírus oldotta meg a nyelvét, azért is merem mondani, hogy megoldotta a nyelvét, mert ő költő is, és a kollázsokba saját verseit építi be. Hát egyelőre nem értelmeztem ezt a kollázst, de úgy látom, hogy lesz róla mondani valóm pozitív értelemben, mert Norbit mindig meg szoktam dicsérni a frappás rögtönzései miatt. Egy kicsit ketté bontanánk a paravánt, a két szélső képről csak annyit mondanék, hogy az alkotójának a velem szembe lévő paravánoknál is van képe, majd ott mutatom be,
ő a Dudás Adél, mert ő vendégművész nálunk, ki szoktuk tenni a munkáit, de nem jár hozzánk. Ő a Pálinkás doktor úrnak az unokája is. Pálinkás doktor úr a menedzsere az unokának, és nagyon jó menedzseli, egyrészt helyreigazítja a munkáit, másrészt pedig mindig elhelyezi kiállításokban. Az előttem lévő képek nagyon érdekesek, és Müller Anikónak hívják az alkotóját. Müller Anikó Csengeléről járt hozzánk, most Makón lakik, mert férjhez ment. Már a képeit a férje nevén írja alá, de megmondom őszintén, nekem Müller Anikó marad a régi ismeretség kapcsán, és tanítottam gimnazista korában, és valahogy mindig ez áll nekem közel. Ő, amikor megjelent a képzőművész körbe, akkor hosszú ideig előtte nem dolgozott, pedig ügyes volt, emlékszem a gimiben is, és néhány év, talán 2-3 év alatt gyönyörűen felfejlődött a képzőművészkör igényszintjére, és értékítélete, önértékrendje is lett egyúttal. Úgyhogy nagyon tetszenek nekem ezek a kifogástalan, de egy picit karikaturisztikus ábrázolás módok, amiket ő itt bevet a képzőművészeti technikájába. A portrékon látszik ez különösen, hogy valahogy nem is a valóságosak, de látjuk rajta, hogy valóságos személyeket mutatnak be. A következő paravánon a Vasági munkái láthatók. Hát Vaságit is, mint a kör majdnem minden tagját, mindenki nagyon jól ismeri, és aki kisebb ajándékokat akar venni a szeretteinek vagy bárkinek, akkor az időnként megjelenik Vaságinál, és ilyen gyönyörű kis akvareleket tudott magának beszerezni. Igen, ám, de ezt meg is kell csinálni, és rengeteg munka van benne. És Ági megjelent a hóna alatt két táskával tegnap a kiállítási anyag begyűjtésére, és kirakta a nagy képeit. Na mondom, ez jó lesz, 6-8 nagy képet kitett, méretre nagyot, aztán kirakta a kicsiket, és akkor meg azt mondtam neki, na mondom, akkor a nagyokat jó lesz lecserélni, és maradjonak a kicsik, mert annyira egységes munkát hozott be, amit ide ki is tettünk, hogy szerintem párját ritkító és egyedülálló még az ő munkásságában is. Vas Márta szintén természeti képeket fest, és ő is szereti a népies témákat. Neki is a csendéletek a kedvencei, de fest állatokat, például tyúkot, kakast, ilyenfajta dolgokat. Márta hivatásos képzőművész, elvégezte ő is az egyetemet festőszakon, és ha jól tudom, akkor 64 éves volt, vagy 63, tessék belegondolni, hogy milyen későn kezdte, és megint igazolódik, hogy nem lehet ezt későn kezdeni, csak neki kell vágni. És ő most Balástjáról elköltözött Szegedre, sajnálom, mert ritkán látom a képzőművész körbe, de nem szakadt el tőlünk, tehát bármikor felhívom, beszélünk, bármikor találkozunk, beszélünk a dolgokról, jelen van azért a munkákkal a mi körünkben. Mögöttem két paraván van, ahol hosszába, három sorba van felrakva az alkotóknak a munkája. A felső sorban a Kecsmár Maria munkái vannak, és a két oszlopon is az ő munkái vannak. Ő kiskunmajsai illetőségű képzőművészünk, és korábban festett egyházi tárgyú képeket, volt is a Majsai plébánián kiállítása ilyen képekből, és egyszer csak meglepett engem ilyen a felső sorban látható torrajzokkal, amik annyira szépek, hogy biztattam is, hogyha lehet, akkor a jövőben ilyenfajta technikát alkalmazzon, még akkor is, hogyha abból majd előbb-utóbb színes lesz, mondjuk nem teljesen, mert monokróm maradt a két oszlopon lévő diópáci és tus vegyes technika. Mondtam, hogy a paravánon három alkotónak van a képe kitéve, és a Dudás Adélra néztem rá a listámból, mert valamiért őt mindig elfelejtem, már a nevét nem kapcsolok rögtön, úgy jut eszembe, hogy az előbb mondtam, hogy ő a Pálinkás Pali unokája. Ő 15 éves, ha jól tudom, a korát meghazudtoló számítógépes munkákat alkot és készít. Amikor megláttam tegnap ezeket a képeket, rögtön kérdeztem a Pálinkás doktorulat, hogy vannak-e ennek más alkotóhoz kapcsolódó elő munkálata, és azt mondta, hogy nincsenek, ezek teljesen önálló alkotások és kompozíciók. Hát szerintem rendkívül felnőttes, és azt mondta nekem az Adél
nagyapja, a Pálinkás doktor úr, hogy valószínű, hogy képzőművész lesz ebből a lányból. Az alsó sorban viszont a nagyapa, a Pálinkás Pali munkáit láthatjuk. Itt a munkái közül az absztraktak vannak elhelyezve. Gyakorlatilag ő mindent festett 10 éves kora óta. Én láttam neki 50 éves grafikáit, vagy 60 éves grafikáit is, és nagyon élet, nagyon szép munkák voltak. És már azt is elárulta valamikor régen, hogyha ő nem lett volna orvos, akkor biztosan grafikus lett volna akkor abban az időben, amikor elkezdte a pályáját. Akkor tovább lépünk az utolsó falfelületre, ez nem is paraván, hanem egy olyan felület, amit nem szeretnek használni a képzőművészek valamiért. Azt mondják, sötétebb, mint a többi, és én mindig bevállalom saját munkáimmal, mert szerintem ez nem sötét, hanem sejtelmes fény, amit a többiek nem értenek sose, hogy miért jó egy ilyen intim környezetben, mint egy boltív mögötti falfelület kitenni a munkáit, hogy 3-4-szer visszamegy a kiállítás látogató oda, hogy mit is láttam ott, megnézem újra. Ugyanezt a nagyon csillogó fényben nem teszi. Ezek zenei kollázsok, a hegedű szóra vannak komponálva. Azt a címet adtam ezeknek a kollázsoknak, hogy Úri. Ezzel céloztam az úri zenés cigányokra egyúttal. Hát szerintem ezt is nézni kell, többet nem is kell róla beszélni. Ezek még itt nem voltak kiállítva, de ettől eltekintve már kollázsokat láthatott itt a közönség, amiket én készítettem. Hát mindenkit nagy szeretettel látunk és várunk a kiállításunkra. Ez a kiállítás november 20-a körülig lesz fönt, és egyszerűen egy hasonló módszerrel, mint ahogyan ezt a kiállítást megnyitottuk, fogja követni a téli tárlatunk, ami szintén majd valamikor január végén lesz leszedve. Tehát most egy ilyen permanens kiállítási hónapoknak nézünk elé, folyamatos kiállítás, folyamatos hónapokkal, remélem mindenféle zavaró tényező gigszer nélkül. A Szivárvány óvodában egy előadással készültek a gyerekeknek. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Még fázikot se látom. Majd meg összebújjunk estére, jó?
esik az eső? Hol lát? Nézzétek, ott jön egy bácsi! Jön egy bácsi! Szalmás bácsi! Szia bácsi! Szalmás bácsi! Hogy térjem már el ezt a kis szalmát? Hogy építsek magamnak egy kis házikót? Kis házikót? Szalmából nagyon jó, de csinálnak! Szalmából, majd én megmutatom! Házikó szalmából! Na jó! Na jó, figyelj! Jaj, de jó! Hurrá! Gyere, szalmás bácsi! Kérlek egy házikot! Kicsit eljött! Merítetek, jó lesz házikó! Nézzétek, Tigranci fel, megkérdezem, hát adta nekem Tigranci, én mit csinálom?
sokkal jobb is lesz, mint a testvéreim. Téglás bácsi! Téglás bácsi! Szervusz, Téglás bácsi! Látom, Téglás kifelsz! Mondj! Ide adnád a téglát nekem, hogy legyen házikó? Marci. Te tudod, én még sohasem építettem házikót magamnak. Nem is tudom, hogy kell. Segítenél, ha megkérlek? Na jó, segítek. Gyere, Ranyós, köszönöm szépen. Jaj, de jó, jaj, jaj. Nagyon jó. Gyönyörű takarós házikom lett, annyira örülök neki, sokkal szebb, mint a testvéreimé. Nem is bánom, hogy nem engedtek be, én most már nekem egy saját házikom van, és téglából, nem vacak szalmából, fából, be is megyek és beköltözöm. Ezután itt lakom, majd itt keresetek, jó? De meg most. Képzeljétek, a szomszéd sűrű erdőben lakott egy hatalmas hordasfarkas, akinek nagyon jó a szaglása volt, és kiszagolta a malacszagot. Gyerekek! Vétek el a farkastól! Malacszagot érzek. De hol vannak itt a... Nagyon éhes vagyok.
van a farkas? Kis malac, engedj be! Megégette a fenekét a levessel, hogy többet a malacok tájára sem ment, és a malackák pedig boldogan éltek addig, ha azóta ugyan a róka meg nem ette őket. Amíg meg nem. Ne félünk a farkastól, 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 ne tartasz a farkastól, ne félünk a farkastól, 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 ne félünk a farkastól, farkastól. A mese véget is Most már együtt zenélnek, túl korizálnak.